A magyar mellett természetesen a lengyel himnusz is elhangzott a Váci Mihály Kulturális Központban tartott ünnepségen. E napon a két nemzet közötti évszázadok óta meglévő kapcsolatot ünnepeljük és erősítjük. Így fogalmazott köszöntőjében Nyíregyháza polgármestere. Dr. Kovács Ferenc beszédében egyaránt utalt közös történelmünkre és annak városi vonatkozásaira. Ezek a történelmi emlékek, a történelmünk, közös történelmünk dicső vagy sötét napjaiban is egy tanulságot szolgáltatnak a mának, a két nemzet mindig számíthatott egymásra. És azt gondolom, ez most is így van. És a másik tanulsága a történelem felidézésének az, hogy ezt a hagyományt ápolnunk kell, és át kell örökítenünk az utánok jövő generációkra. A polgármester hozzátette, örül, hogy mindhárom lengyelországi testvér és partnervárosunkkal kiváló a kapcsolat kulturális, sport, gazdasági és kiemelten turisztikai területen, hiszen a lengyel turisták 7-8 évvel ezelőtt visszatértek Sóstóra, és jelenleg is a harmadik legfontosabb küldő országa e szempontból Nyíregyházának. Az élő kapcsolat szerepét a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövetségének konzulja is megerősítette, aki szerint a barátság napja jelképes, és épp a városokon keresztül működik a mindennapokban. Ez a dátum, március 23-a egy szimbolikus nap, de én úgy gondolom, hogy ez a nap magában foglalja 365 napot egy évben, és ez így van már majdnem 1000 éve. Úgyhogy az a barátság, az valójában él, működik. Ami Nyíregyházát illeti, a nemzetközi kapcsolatrendszer kiemelt tagjai a lengyel települések. Zsesov városával már közel 3 évtizedes a kapcsolat, míg Bielsko-Bialával hivatalosan alig egyesztendős. E települések delegációinak vezetői épp úgy ünnepi köszöntőt, egyben köszönetet mondtak Nyíregyházának a vendégszeretetért, mint Gorlice polgármestere, aki egy városáról szóló fotókiállítást is megnyitott a rendezvényt megelőzően a Kulturális Központ 3. emeletén. Za to, że zawsze z przyjaźnią, z otwartymi rękami podchodzicie do nas, do Gorliczan, do wszystkich tych, którzy przyjeżdżają w wasze regiony. Hogy mindig vendég, nagyon nagy vendégszeretettel fogadtok bennünket, gorlicei lakosokat, vagy bármilyen turistát, aki ellátogat ezekre a környékekre. A barátság jegyében Nyíregyházán 10 éve szervez a Bem József nevét viselő általános iskola egy játékos megyei csapatvetélkedőt, melyet ezúttal a Jókai Mór Református Általános Iskola Robert Kubicáról elnevezett csapata nyert Illyés Gábor felkészítő tanár vezetésével. Például a lengyel-magyar barátság emlékeiről szóló írásokat is. A díját adott követően a Zsesovi Zeneművészeti Középiskola Reisa triója, majd a Szabolcs Néptánc Együttes adott műsort. Az ünnepség csúcspontjaként pedig a 2016-ban egy minősítő versenyen ezüst fokozattal kitüntetett nyíregyházi lengyel-magyar dalárda énekelt mindkét nyelven Papné Szabó Ella vezetésével.